Indulhatunk? Igen! A bújhoz közel lévő vinnai vadászháztól indultak a gyerekek a közeli kis erdőben kialakított tanösvényre. A Vármegyei Vadászszövetség által szervezett napközis tábor egyik napján az volt a feladatuk, hogy az útvonal mentén elhelyezett preparátumok és az ahhoz társított hangok alapján felismerjék az erdő legnagyobb számban előforduló apró vadait. A csoportok nagy élvezettel járták végig a tanösvényt, és vetették papírra a felismert állatok nevét. Megyünk az erdőbe, és találkozunk mindenféle állatokkal, és leírjuk egy papírra, és majd amikor kimegyünk, megnézzük, hogy milyen állatokat találtunk. Te hogy érzed magad? Hát én jól, meg nagyon szeretnék ide még járni a következő nyáron is, mert itt jobb lenni. Mi volt a kedvenc programod? Nekem a kedvenc programom most ez, mert szeretem az állatokat, főleg a vadhúst. Vadkacsáktól hangos a közeli tó, itt korábban látványetetést tekinthettek meg a gyermekek, de számos más programmal is készültek a szervezők. Bemutatták számukra a hagyományos vadászati módokat, a diákoknak bogarakat is kellett gyűjteniük és felismerniük állathatározó segítségével, de kincskeresés és ásvány megtekintés is része volt a tábornak. A hét második felében aztán a Sóstói Múzeum faluba, a Bújtosi tóhoz és a Vármegyei Vadászkamara épületéhez látogattak el a szünidejüket töltő általános iskolások. Szervezetten érkeznek busszal a gyerekek Nyíregyháza belvárosából ide, és innen pedig ugyanolyan szervezetten mennek vissza. A táborvezető a Szalai Rita, tehát ő rendezi a gyerekeket. Itt pedig vannak segítők, meg jó magam is, és gyakorlatilag természetközeli valós élményhez jutása a gyerekeknek. Tehát nem mindenáron akarunk mindenkiből vadást csinálni, hanem inkább egyfajta ifjúságnevelés a cél, a természet iránti érzékenyítés, hogy érezze, tudja a gyerek, hogy mi az a természeti környezet, ami bennünket a valóságban körbevesz. A Vármegyei Vadászszövetség összesen 4 turnust hirdetett meg, ezen a héten már a 3. szünidőt töltő gyermekcsoport érkezett a Bui Vinnai Vadászházhoz.